A drága feliratkozóim, sziasztok, újra András vagyok. Mássuk tovább a Darksiders, itt a Judicator's Tomb-ból. Aki három ilyen lelket kell összegyűjteni. És akkor jön velünk, tehát vele nem kell megküzdeni, mint a Ferrisirrel. Remélem, itt nem kell sokat szívni, mert előző részben rendesen szívattam magam. Meg jó, egy-két dolgot el is hagytam. Aláírom. Na igen, egy ilyen gyökérrel küzdöttem a 20. rész végén. Ez is szeret a pajzsával kivédeni jó sok dolgot. Pontosan így. Anyád is a sok damage amúgy. Jó király, kinyírtuk. Na itt is van egy egyes szint, meg egy kettes. Ez az egyes. Húzzunk fel a kettesre. Mi a rákom, ez mennyit kell itt mászni? Ajaj. Corrupted Crystals. Nagyon király. Jó, azért ne rászkódjál már így, basszus, hát faszom lift. Ide mész, akkor mi lesz? És hogyha erre... Nem, először erre kéne ráállnia, mert akkor lejjebb fog kinyílni egy ilyen... rácsos szar. Aztán majd lentről átküldöm a másikra. És akkor konkrétan indulhatunk is fölfele, csak... azt nem látom, hogy a faszba. Ah. I see. Remélem jól döntöttem, jó helyre küldtem. Elég sokat kell mászni, és megmondom őszintén, úgy nincs kedvem előről kezdeni. És most amúgy, hogy az anyámba küldelek át a... Ja nem, megvan. Kicsit visszább megyünk, gyerekek. Kicsit visszább. És most. Most jó lesz. Most hozzá is férünk a Shadow Bombhoz. Ami csodálatos dolog. Igen, és így ténylegesen tudunk most már haladni ez a buzi lifttel. Egész pontosan ide. Na még 6, aztán megint tudunk nyitni egy ilyen legacy boxot a Vulgrimnál. Amiben, hogyha mákon van, megint valami boss site lesz. És nekem általában azért mákon van, kivéve amikor nem. Aha. Itt is van még elhagyva a dolog, mi van veled? Mondtam, hogy előbb-utóbb találgatjuk ezeket a Book of the Dead page-eket.
Jó, mondjuk, hogyha az előzőt is felszedtem volna ott az előző rész végén, akkor igazából már 9 lenne, de hát most nagy dolog. Megvesz a maradék kettő, akkor majd tudom is, hogy Death Tomb-ot azt hol kéne majd nyitni. Volt egy ugye ott a Lost Temple fele, még a Forge Lance-nél. Bonekeeper. Akkor volt egy a Lair of the Depos King-nél is valamelyik alsó szinten. Levöldözni ezt az amatőrt. De le lehet. Vagy tudom, a másik verzió odahúzzuk magunkat Death Grip-el is. Így ez egy kicsit gyorsabb. Erre megmondom őszintén, nem emlékeztem. Na, a Bone Giant-ekre viszont élénken. Ezeket például a Crucible-ben nagyon szeretem befagyasztani. Mindegyik buta mint a csizmatap. Rusanov's Axe. Ez viszont ilyen Definitive Edition-ös újdonság. Ezt olvastam a játék borítóján. Most ezt használjuk? Elég fasz a kis kütyűnek tűnik ez, gyerekek, hát akkor ezzel megyünk. Amíg nem tudjuk használni a Mace Maximus-t, onnantól kezdve majd Scepter of the Depos King. Időszámításunk után mit tudom én mennyi majd, amikor 20-as szintűek leszünk. Nem vagyunk ám attól amúgy olyan messze. Ahogy ezt ugye itt bárki is. Fehér nemű osztályra legyen szíves. Most már velünk jön ez a címeres amatőr. Én úgy emlékeztem pedig, hogy ezzel is meg kell küzdeni, de... mondom... ki tudja még mi lesz? Humans, always so frightened. See your life as you truly live. Is finished. Your lord summons you. I am ever his servant. Hát ez tényleg egyszerű volt. You forget your station, Nephilim. You may be a horseman, but I am a lord of the dead. And your king demands an audience. This realm belongs to corruption now. Ez a harmadik lesz a Basileus. Ez a legnagyobb geciláda. Misjudge me. You ride without the power of the seals at your back. You would not survive even the weakest trial of the realm. I brought low the arena's champion. That is but a game, Pale Rider.
Majd ezt is leverjük a gecibe. Speak with the voice in the gilded arena. Ask of the Psychomeron. Psychomeron. If you live, we will speak again. Na, akkor visszahúzzuk a belünket az arénába. Oké, megvan. Basileus, find the Psychomeron. Hát, kérem szépen. Annyi a történet. Hát, hogy ide húzzuk a belünket az arénához, megint ennyire egyszerű. A Reaper formot pedig hagyjuk majd meg a bossra, mert itt tényleg fog kelleni. Miket hagyok itt el, de most úgy komolyan? Hát Istenem! Fel nem fogom épésze. Na itt viszont... Jövünk le a csiga lépcsőn. Lehet menni erre ugye, itt lesz az aréna. Itt viszont ha lejövünk, itt mi a gecim van, mert ezt elfelejtettem én. Erre lesz a Psychomeron? Lehet. Nem, Leviathan's Gorge. Ja igen, ez a másik kiárat, ahogy rendesen megközelítünk, csak mi az elején az Eternal Throne-nal jöttünk ide. Aha, jó, akkor így már értelmet nyert ez is, hogy ez itt mi a faszomé volt. És akkor itt megint dumáljunk ezekkel az amatőr kőszobrokkal. De már megint... Nyomtam azt a kurva bét, hogy engedje, nem, még forogni kell tovább. Na, azért. Psychomeron. If such a thing were possible, it would surely lift you down to your very soul. I have a few to spare. Az a röhögés? Mit nem addék érte, hogy néha részeget napjaimban tudnék így nevetni. Dear. Survive the Psychomeron. Ez mit lehet túlélni? Megyek a szétbaszok mindenkit, ilyen egyszerű. Ugye egyszerre két stalker. Ilyenkor ez bevett szokás egyébként az egyiknek elterelni a figyelmét ajánlott. Az anyádba, te majom! Ha
rühellek ezekkel küzdeni. Kurva anyádnak is röpül már neki ilyen sebességgel, jó? Csak aztán nekem. Oké, okay. Kellemes fogadtatás, megvan. Tehát most vagyunk itt konkrétan. De ez nem is tudom, mi akar itt lenni, ez is valami arénaszerűség. Öcsém, egy perc nyugtam nincsen. Mindig kell valami átvezető, mindig. Always. Na, úgy tudom ez miért volt. Na, egyszer most már két ilyen amatőrt tudunk megidézni, király. Te megmész oda? Gyere le egy kicsit. Jó van. Azt hittem ez is ilyen látok kapaszkodni és felugrok történet, de ahogy látom nem. Így meg gondolom lesznek nehezebb fejtörők, hogy kettő ilyen barmot tudunk irányítani. Á, megkapásból nézem a térképet. Úristen, geci. Arra kéne tovább menni. Na, ombrék, akkor most az lenne a feladatotok. Te mész ide. Te pedig mész oda, hogy ez az ajtó, az ki is nyíljon mondjuk. Úgy egyébként mellesleg amúgy, különben. Oké. Okay. Ó, hogy látom, ide is kell majd Skeleton ki, meg így kurva jó, bazd meg, kurva jó. Na. Azaz. Most már azt mondom, hogy Necromancer ágat is. De mi az, ha csak kettőt idézünk meg amúgy? Hármat kéne. Ez a... megnöveljük a HP-jukat. Ilyenkor Wrath-et adnak vissza, ilyenkor robbanni fognak, ilyenkor meg... Idáig ki kell majd fejleszteni, jó. Ugye tényleg mindig itt álltok. Helyes. Hashtag Skeleton Key. Egyiktek most már átmehet oda. Ide. De Istenem, miért a másik megy oda? Hát... Komolyan mondom, ide fingok. Bazd meg. Nem.
azt kellett volna, hogy ez visszamegy. Valahogy azt akarom megoldani, hogy vissza tudjak menni, de... Hát oda. Nem. Ezt én csak úgy tudom megoldani, hogy... Nem, át kell oda küldem az egyiket. Igen, te. De miért a másik megy oda? Ezt én nem tudom fölfogni épp észre, baszki. Tehát... Itt megint csak szivat a játék. Itt másra sem megy ki az egész, bazd meg. Csak hogy ne legyen már olyan kurva egyszerű dolgom. Nem, ezt itt valahogy meg kell oldanom. Ezt itt valahogy kurvára meg kell oldanom, mert már most síkideg vagyok, bazd meg, hogy a játék nem azt csinálja, amit én akarok. Amikor ez pedig kurvára nem egy bonyolult helyzet. Igen, te! Na. Így már csak szót értünk, bazd meg. Ja, hogy... Oké, nem szóltam. Hogy vissza lehet menni itt is. Értem. Hát megint 2 perc elment a semmire. De most ez nagyon jó, hogy ott ki van nyitva az a szar. Viszont most is kurvára nem vágom, hogy mi van. Na. Miért pofázzál? Viszont mi az, hogy impossible? Na, de... Most... Mi a fasz? Aj, a faszom már be a bénázásba. Még most se. Na oké, átjöttem itt. Vissza tudok menni a... Itt fönt. És... Most pedig. Nem, ezek szerint kurva szar helyre küldem itt az embereket, mert ott most kinyílik az a rohadt láda. Hát bazd meg, ez most feladta a rejtét rendesen. Hogy itt most mit kell. Az egy vacak, ami lemegy. Nem, egyszerűen fingom nincs, hogy itt most mit kell. Ez a Death Grip-es lófasz mi amúgy? Ja, ez az, hogy onnan áthúzzam magam. Itt meg most leesek, meghalok. Igen, jó, oké. Vagy próbáljuk itt tényleg ilyen egyszerű lenne, hogy ide küldem az egyik gyökeret, és áthúzom magam? Lehet. Néha tényleg túlbonyolítom a dolgokat aztán. És geci, tényleg ennyi lenne, hát... Én felmondok.
átjöttünk ide. Hát akkor meg mi a faszom? Jó, menj csak vissza oda. Ezt a gyökér ajtót kéne még valahogy itt kinyitni. De persze, hogy nem. Semmi nem ilyen kurva egyszerű, tényleg. Most ott azzal a karral is kurvára nem tudom, hogy mit csináljak. Egyszerűen kurvára nem tudom. Most hogyha még lenne értelme, hogy ide átjövök, csak az az egy láda volt, bazd meg, de amúgy meg semmi. Hogy meg semmi kibaszott értelme nincsen. Meg nem történik semmi. Nem, komolyan mondom, ezt most férfiasan bevallom, fingom nincs, hogy itt mit kell csinálni. Haj, bazd meg! Csodálatos helyzetbe kerültem. Itt meg visszamegyek, akkor megint, bazd meg, semmit nem érek. Mert rohadtul nem nyílt itt ki semmi. Most oké, ki tudtam nyitni egy ládát, hát nagyon király, bazd meg, tényleg. It's so impossible, tehát azért átmászni se lehet sehol, csak meghalni. Oda kéne valahogy átjutnom, és akkor már átfutnék itt, de épp ez az, hogy nem tudok. Ide se, sehova nem lehet itt átmenni, bazd meg. Ennyire vak nem lehetek, hogy ott is lenne valami izé. Nem, egyszerűen itt... bazd meg. Nagyon király, a telóm is merül. Hát itt gondolkozok ezen a részen, srácok, aztán... nem tudom. Nem tudom, hogy itt most hogy kéne, mit kéne. Mert rájövök, akkor onnantól kezdve elkezdek szerintem rögzíteni megint. De ez így nekem egyelőre nagyon point lesz az a helyzet. Haj. Ezt itt megcsináltam már 6-szor. Ez is. Fingom nincs, hogy itt mi a faszomtól nyílik ki. Igen. Nem, ötletem sincs. Egyszerűen nincs ötletem, hogy itt mi a fasz kéne csinálni.
Na mindegy, majd csak rájövök előbb-utóbb, addig is. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, András voltam. Sziasztok, majd a következő részbe folytatjuk innen.